Sziasztok! Ma folytatom a Totál War Attila kívánsos végigjátszásomat a kelet-római birodalommal, és itt maradt abba ugye, hogy a gallok megindították a támadást Karthago ellen. Amúgy érdekes, hogy Afrikában vagyunk és gallok a lázadók, de mindegy. És vereség. Ó! Oh. Oké, csak kifosztották a várost. Így, ha minden igaz, akkor a lázadók fogják elfoglalni. Vagy nem? Ó, oh, te jó ég, a lázadók leverték a gajetulikat. És meghaladta a bevételem a több mint 10 000-et. Wow! Te jó ég, ez nagyon rossz női személy. Várjunk, kéne egy másik karakter. Azért ez ugye a Master of Soldiers. Ó, oh, probléma az, hogy nincs befolyásuk. Oké, okay, át kell rakjak egyet ugye Gnaeus Florust, átrakjuk ide. Oké, plusz ugye megjavították a The Marib Dam, ami ugye egy ilyen nagy víztározó, ami azt jelenti, hogy a földnek a termékenysége ugye most már gazdag, így van extra élelem. Á, kaptam egy Venator ügynököt, a fene vigyel. Na mindegy. Várjunk, akkor a gajetulik megsemmisültek? Nem, de elég közel vannak hozzá. Minden igaz, akkor csak egy admirálisuk maradt. Karthágót meg nyugodtan elfoglalhatja, aki akarja. Nekem aztán édes mindegy. Cezáriával szintén ez a helyzet. Irány erre amúgy. És ki akarom fosztani ugye Tingiszt, és ugyanúgy Tamu Sigát is. 990... és 99.997 dénár bevétel. És kincstárban, és több mint 10 000 dénár bevétel. Rendben, itt pedig a városi őrség kezd teljesen újra töltődni. Elég közel vagyok, hogy elfoglaljam Konstantinápolyt. De ahhoz ugye el kéne, vagyis lehet elveszíteném Scoopit. Valójában hagynom kéne, hogy az AI kiépítse Tesszalonikát egy kicsit. Azt a provinciát jó lenne teljesen visszaszerezni. Oké, utolérem őket, az jó. És viszlát. At once. We hunger for battle.
Oké. Úgy vagyok vele, hogy szeretnék néhány épületet azért továbbfejleszteni, de nem. Nem, mert fel kell halmozzak egy csomó pénzt. És ugye azért is megéri felhalmozni egy csomó pénzt, mert ha meg lesz a technológia, ami ugye engedélyezi a tagmatalovasság képzését, annak ugye nagyon drága lesz a fenntartása. Only the greatest dare speak of peace. Így kell ugye a bevétel. Á, jönnek a nyugat-római szeparatisták. A legjobb az egészben, hogy leginkább auxiliás palatinájuk van. Mondjuk a támadó seregben van némi Armigeri Defensor ez, de á, nem olyan vészes. Plusz ugye, hogyha hármas szintre építem a kikötőt, akkor lesz még két csapat extra íjászhajó, amivel nagyobb eséllyel tudok felgyújtani ellenséges hajókat. Ah, de jó időt választott az AI csatához. Cherio Ballista. Valójában ez a csata, ha úgy vesszük, nagyon egyszerű lesz. Mivel a hadvezérnek nagyjából vége is. És ugye a hadvezérnek vége, akkor nagyjából az ellenségnek is vége. A hadvezér ugye az el fog süllyedni. Jó lenne még ugye néhány hajót meggyújtani. Oké, mind a két hajó meggyulladt, remélem időben elsüllyednek.
Ja, két hajót még sikerült elsüllyeszteni. Meggyulladt, de nem süllyedt el időben. Mi? Ó, ne! Ó! Tényleg van egy izéjük. Van egy hajójuk. One of our ships is being boarded. Running for their lives. The men have received more ammo. Okay, jönnek a izéhez, jönnek a barikádhoz még hozzá jó sokan. Gyerünk, szedjétek őket egyiket a másik után! Egész király a testpáncélja ennek az Armigeri Defensores egységnek. Ugye ilyen sárgás... Pikkely páncéljuk van? Valami olyasmi. Wow, kész mészárlást tartanak az egységek amúgy. Szerintem nem fognak tudni áttörni a izén a barikádon. Ha pedig mégis, nagyon kevesen maradnak. A legjobb az egészben ugye, hogy kartforgató vagy lándzsás egységeik vannak. És nem rendelkeznek bónusszal barikád ellen. 90%-on van a barikád. Kész mészárlás, basszus! Egyszerűen mészárlás. El se érik a izét, el se érik a barikádot. Megtörnek, vagy meghalnak. Oh,
Wow, Samson Ilyász! Jézus Mária, Samson Ilyász adja rendesen. Brutális komolyan. Egyszerűen brutális. Kapjunk még el a menekülőkből. Valójában jó lenne az egységeiket nem megsemmisíteni teljesen, de azért 95%-ukat igen. Oké, az íjászok ugye nagyjából kifogytak, de ugyanúgy az ellenség is nagyjából megsemmisült. Lovassággal kell még elkapni ugye menekülő csapatokat. Na ja, ez inkább volt mészárlás, mint harc, vagy inkább védekezés, ugye? Amúgy az ilyen csaták talán a legjobbak. Az ilyen egyoldalú harcok. És győztünk. Samson Ilyász 499 ölés, 359 és 318. Nem rossz. Nem is rossz. Plusz ugye szintlépés, meg némi extra pénz. A legtöbb egység valójában el se tudta érni a barikádot. Csak megtámadják Kártágót. Na mindegy. De a Lakmidoknak vége? Az jó amúgy. Wavering Loyalty. Melyik az a nem lojális? Fene tudja. Azért az épületeket jó lenne megjavítani. Critical success.
Wow, wise woman, plusz 10, vagyis plusz 5 közrend a provinciába. Az valójában akkor valójában azt kéne csináljam, hogy ez az ügynök jön ide, mert ugye 5 közrendet ad, és ez az ügynök pedig átmegy Etiópiába. Jaja, az 5 közrend az ide nagyon kéne amúgy. És ezt csak megépítem, plusz ugye még az az 5 közrend, és akkor az extra... extra 4 közrend. Szóval extra 9 közrend összesen, az nagyon jó. Extra 9 közrend, az nagyon király lesz majd oda. Talán jó lenne építeni egy ilyen food marketet, ami adna még élelmet. Csak nem igazán akarok költekezni. Azt hiszem még néhány lenkáriáj nem ártana amúgy. De miért nem fogadták el? Oké, az AI amúgy építkezik ebben a városban, az jó. Jó lenne kiegyensúlyozni a közrendet, mert ugye, hogyha pluszban van a közrend, akkor 8%-kal több adót kapok a provinciából. Ha pedig mínuszban, akkor ugye, mint például Egyiptomban, akkor mínusz 16%-kal kapok kevesebbet. Oké. Legyen egy olyan, hogy körváltás. Itt ugye egész jó a közrend a sereg miatt. De hogyha sikerül ugye felvigyem a közrendet egy olyan plusz 80-ra, akkor több lesz a bevétel. Plusz ha úgy veszük, Egyiptomból valójában 24%-kal kapok kevesebb adót, mert ugye a mínusz 80 miatt 16%-ot veszítek, de hogyha plusz 80 lenne, akkor extra 8%, szóval az akkor ugye... 24... Várjuk, 16 vagy 18%-kal kapok kevesebbet? Azt hiszem 16, vagy nem, 18. A fene tudja már. Meg kell nézzem megint. An offer of peace from us should not be very well. Okay, szerintem meg fogják támadni a várost. Oh! Garamában van egy kis járvány. Oké, valójában vissza kéne jönnöm ezzel a sereggel, mert itt egy kicsit bajban vagyunk.
Mert ugye, hogyha Cidamusból eljövök Garamába, akkor a gallok Sabratából megtámadják Cidamust, és Cidamust nem lenne jó elveszíteni, mert ugye ez úgymond egy farm város. I am here then. Speak. I am a shadow. Treading softly. That's it. Okay, elég szépen növekszik amúgy a bevétel. Szóval ugye 16 közre százalékot veszítek, ugye 16%-kal kevesebb adó. Hogyha mínusz 79 közrenden van, és hogyha például elérné a 80-at, akkor ugye plusz 8% adó, így valójában mínusz 24%-kal veszítek több adót Alexandriából, vagy úgymond Egyiptomból. Itt menjen vagytok? Wow. De van három csapat számszerű, jász, az jó. Probléma, hogy hiányzik a lovasság onnan. Így arra gondoltam, hogy gyűjtöm a pénzt, de azért még 6 csapat katafraktáriáit le kéne képezzek és elküldjem Gortinába. Ez még ugye nagyon kéne. Itt lévő főépületet át kéne építeni. Ready for orders. Ready for orders. Ready for battle. We hunger for battle. At your command. Oké, itt ugye mínusz 45 élelmem van. Az gáz. Rodosz nagyon jó lenne elfoglalni, a probléma az, hogy három sereg van itt. Fenéve. Valójában a cseri a ballista nem kell, mivel nem teljesített valami jól. Duties, men. Sign up, lads, for a good and glorious life. Salutations. Okay, van új nép. Nincs. At your service. Ide meg ugye nagyon kéne ebbe a provinciába extra közrend. Ready for battle. A love of gold can stir evil in men. The best. There is a time when warriors might. Jó lenne valahogy amúgy legyőzni a izét, a dákokat. És elfoglalni Tesszalonikát, plusz megtartani Skupi városát.
My people wish to offer you this gift of God. The spirits tell us. Rendben. Annyira nem lényeges. Take this subsidy. Arra gondoltam, hogy valójában fel kéne égessem Dimidit, még mielőtt visszatérnének a Gaetuliánok. Gondoltam. Szinte gondoltam, hogy megtámad. Jaj. A nyugat-római szeparatisták sokkal jobban teljesítenek, mint a nyugat-rómaiak teljesítettek. Nektek annyi. Advance. Ready for orders. Ready for battle. Ready for orders. Ready for battle. March. Ready for orders. Ready for battle. We hunger for battle. Heaven be praised. I shall. Okay, így itt már van egy közrend. Ha ezt megépítem, akkor kapok még extra 5 közrendet. Vagyis 4-et valójában. At your command. Várjunk, itt volt egy karakter, amelyik meghalt. Oké. Plusz kezd egyre jobb és jobb lenni itt is a közrend. Következő körben elkészülnek a katafraktáriájuk. Szereztem egy Cherry ballistát. Oké, lázadás lesz, de nem igazán számít. Plusz nagy valószínűséggel kolonizálni fognak egy felégetett várost a dákok. Remélem, hogy a lázadók Korinthosznál jelennek meg, az lenne a legjobb. De meg lehet, hogy Tesszalonikánál. Amúgy a Cherio ballista nem még kell többet. My time is better spent feasting and hunting than listening. We will go. Okay, még két ellenség mellé, ugye? De nem igazán számít.
Ó, ja igen, ugye ennek a karakternek a felesége az extra két izét ad. State Religion. Mikor a férje ugye helytartó, szóval... Arabia Felixen ugye a görög kereszténységnek elég erős a befolyása. A helytartó felesége miatt. Ami ugye mindig jó dolog. Na jó, lássuk ki mit lép. My lord offers you peace. Tomorrow I see. Békét elfogadni lehetetlen. Igen, szinte gondoltam, hogy az lesz. Amúgy valójában nem rossz az, hogy kolonizálták a várost. Jönnek a gallok. Oké, ez amúgy egy egész jó kis mészárlás lesz. Mivel három csapat számszeríjász van. És az ellenségnek meg leginkább ugye komitatenses lándzsás. Oh, wow, és innentről támadnak, és itt a barikád. Jaja. Bizony, bizony. Katafraktáriei! Katafraktáriei! Na, hadd jöjjenek! De csúnya mészárlás lesz. Van egy olyan érzésem. Innen fentről szintén lőnek ugye a számszerijászok. És innen a barikádról szintén. Az erősítés pedig... Fenne tudja honnan jön, de valahonnan jön. Ja, számszerijászok mészárolni fognak. Persze, hogy a rossz egységet veszik célba. Na jó, szedjétek őket, de nagyon gyorsan. Amúgy lehet, hogy betörik a izét a barikádot, de nagyon sokan meg fognak halni. Oké, az erősítés amúgy azt hiszem onnan jön. Á, mindegy. Power is nothing but ash now.
Halló! A francba! Miért nem lőttek? Na jó, így 100%, hogy hamarosan betörik a barikádot. A fene vigyel! Miért nem lőttek? Ne álljatok meg, lőjetek! Ja, ez így el lett szúrva. Ezt elszúrták a ézék, a számszeríjászok. Nem tudom, ez a játék, mint hogyha be lenne programozva arra, hogy az egységek egymás lőjék, vagy a fene tudja. Oké, valójában csak 61%, szóval nem olyan vészes. Jó, mert valójában ugye sokan ide jönnek. Oké, 80%. Lovasság előre. El kéne intézni azokat a paritjánsokat, meg íjászokat. Oké, jön az ellenséges hadvezér, ugye? A hadvezérnek pedig ugye a Raise Banner képessége van, ami nagyon király. Oké, remélem, hogy ezek az egységek, mármint egy része, az a barikádhoz jön. Az jó lenne amúgy. Legalább egy része, és ja, valójában ide jönnek, ami nagyon jó. Balestarié! Thank you.
Igaz, hogy a barikád 80%-on van, de... 1, 2, 3, 4, 5... 5 esetleg 6 egységet szerintem még sikerül visszaverni a számszeri jászokkal. Ja, egy egység nagyjából megsemmisül, mire közel érnek. A második szintén, ha minden igaz, ők szerintem majdnem elérik majd a barikádot. Oké. Kicsit még sebeznek is rajta, de... Ó, várjunk. Francba. Kifogytunk. Kilencven százalék. Ajaj. Á, franc! Ó, szép lett volna! Probléma, hogy a főhadvezér még ugye életben van. Gyerünk, katafraktáriáj! Hogy az egyik hadvezéri testőrség az Komeszből áll, hoppá. Közelharcban jók. Rohamozni kéne, Scout Equitis. Ah, itt azért még jó sokan jönnek.
Ah, oké, annak a Comitatenses-nek annyi. Vagyis... Még nem. Francba. Nem tört meg a Comita Tenses lándzsás. Az gáz. És ugye ebben a játékban a visszaívni a lovasságot nem a legjobb ötlet. Ám bár szerintem nem igazán fognak megtámadni ebben a körben, szóval a veszteség annyira nem lényeges. Ja, leverik a izét, leverik a katafraktáriáit. Csak meg kell próbálni visszavonulni onnan, de... Ja, kicsit nagy veszteséggel, de valójában okés. Valójában, hogyha... Ugye maradt volna az egység és harcol, mire megtörtek volna, ugyanennyien megmaradtak volna csak, szóval, ja. Kicsit leesik az FPS, de hát annyira nem meglepő. Jó lenne már valahogy megtörni őket. Ja, valahogy így.
Oké, okay, kezdik legyőzni ugye izét is a komeszeket. Oké, okay, meghalt az egyik hadvezér, de nem a fő hadvezér az. Oké, okay, amúgy nem lenne jó elveszíteni a városőrségben lévő scout equitészeket, mivel ezüstgerendás. Így megéri úgymond megtartani. From the enemy. This is shameful. Okay, meg kéne várja még a katafraktária ugye kipihenni magát. The men are running. Stand and fight, damn you. Addig ideérnek a izék is a lándzsás egységek. Oké, okay, szerintem fel fogják adni a harcot a lovasról amután. Ja, győztünk. Victory. This is your day. Jónak jó volt amúgy. Jó lett volna, hogyha nem tudják lerombolni a barikádot, de a végén azért elég jól sült el. Ha minden igaz, ugye egységet nem veszítettem el teljesen. Ja, az egy... Wow, az egyik számszeriásznak 630 ölés. Jézus. Az egyik légiósnak pedig 377. Az elég durva. 377 ölés. Oké, okay, meg lehet, hogy megindítják a támadást. 3,5 sereg van. Ja, ez jó volt.
Oké. Újra töltődés nem lesz, de mindegy. Oké, el kéne juttassam ugye ezeket a lovasokat. Alexandriába, vagyis Alexandriából Gortinába. És itt lettek a lázadók, az gáz. Jó lenne egyből le is verni a lázadást. Már van majdnem 140 ezer dénár. Ezt valójában jó lenne átépíteni. Mert adna ugye... Ó, várjunk. Nem feltétlenül, mert valójában lakosság növekedésre nincsen szükségem. Plusz ugye, elég gyorsan növekszik a közrend. Következő körben, egyben a következő részben ugye ezzel a sereggel Sidamusba, és Sidamusból pedig Garamához. Na jó, legyen az, hogy megtámadom a lázadókat és zárom a videót. Ja, köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!